Jaroszláv Hucul 1782-ben szárazföldi használatra feltalálta a lovat. Ma már ismeretesek a továbbfejlesztett változatok is. Ezek zebra, víziló, lódarázs. Vérvonal szerint megkülönböztető. Ez a legismertebb miniló, migásló, hátasló, hasasló, rükvercló, vésli. Szín és foglalkozás szerint megkülönböztető. Fakó, almásderes és arab telivérlóakat. A ló alkotó részei. Pata, párta, csűd, szár. A ló legfontosabb része a bőre, mert ezt tartja össze a lovat. A ló vízhűtéses állat, és 100 kilométeren 5 kg zabot fogyaszt, ami magyarázza az egy lóerőre eső 34 lóerőt. Lovaglásfajták. Western, versenylovaglás, díjugratás, lovaság. Van, ahol a lovat imperiálnak hívják, van, ahol Noniusnak, van, ahol egyszerűen csak így cehenye! Egy biztos, nem szereti, ha mókuskának szólítják. Hiba elhárítások a lovon. Hosszú féknyom, laza madzagfék. Jobbra húz a ló, kopott patkó. Az egyik szem lustán biluxol, biztosítékcsere. Parkolásnál kapcsoljuk be a riasztót. A ló legnagyobb ellensége a tányérakna, amely évekre visszavetheti. Kezdőlovasoknak ajánljuk a T-betű és a kitámasztó kerék használatát. Ezen a rendőrségi fotón Horváth Dezső 124 km/h sebességgel szárul. Híres lovak, Kaligula és lova, Rózsa Sándor a lovát ugratja, Attila és lova itt nyugszik valahol a mélyben. Különleges lovak, szárnyas ló, egyszarvuló, halló, vasárnap, és utoljára megállapíthatjuk, hogy a ló is ember. Köszönöm figyelmüket, további jó lovaglást!